Na hát eljött az ideje, srácok, annak, hogy folytassuk a Half-Life-os kalandjainkat. Az első számú antipolgárnál hagytuk abba, de én már biztos vagyok abba, hogy a fejezet 11-nél járunk. Ugyan még nem adta be azt, hogy ott vagyunk, de ez a kép már ismerős, itt már mi jártunk. Úgyhogy nincs sok hátra a játékból. Nincs sok hátra a játékból. Szerintem én talán az összefonódást láttam apumnál utoljára. Talán ott annál a módnál játszottam, de talán a Nova Prospect az biztos. Úgyhogy nekem teljesen új volt itt ez az első számú antipolgár. Az azt követő fejezet is, és talán a fejezet 12 az, ami számomra ilyen emlékezetes. Ott volt az, hogy már bent vagyunk ebbe a kapitóliumba, vagy hol a fenébe, és a végét is láttam a játéknak. De ez most nekem egy teljesen új dolog. Itt hagytuk abba, és mindjárt beírjuk a konzol parancsokat, hogy szép és jól kinéző legyen a játékunk. Üdv mindenkinek, srácok! Ez mondjuk erős, hogy ilyen betöltésünk volt. Tehát, mat, DX level 90. Mat, HDR level 2. Mat HDR enabled. Nem tudom, miért írja ki azt, hogy disabled. És a mat full bright 0. Ez az, ami így kell nekünk. Na nézzük. Egy ütés pajszárral, szerencsére. Csinálja csak. Úgy nagyon jó. Kihasználjuk az ellenségeinket. Nagyon jó. Nagyon jó! Hát megcsinálta. Megcsinálta helyettünk. Basztarok! Hát én erre nem voltam felkészülve, srácok. Gyere csak ide! Szerintem ez ennyi. Mondjuk... Jézusom! Ja jó, halottak. Azt kellett volna még, hogy ezek itt élők legyenek. Tessék, egyed, ez az kap be. Thank you.
Jézusom! Mondjuk valószínűleg nem ezzel kellene darálni. Ezek a helyek azoknak kellenek, srácok, akik a legdurvább nehézségen játsszák a játékot. Nekem nem hiszem. Komoly. Na nézd meg, nubaskodom. Majd lássalunk. Hát, vagy nem. Ez milyen idős játék? 2002-es, hogyha minden igaz. Ha jól rémlik nekem. Straci. Olyan idős, mint a Steam kliens maga. 2004? Basszus, én azt hittem, hogy 2002-es. Itt voltunk lent. Az szinte biztos, hogy oda át kell menni. Hát, hogyha tudnám, hogy apommal milyen felhasználóval regisztráltunk a Steamre annó. Akkor azzal tudnék nektek menőzni. Steam nem 2003-as? Én úgy emlékeztem, hogy a Half-Life 2-vel adta ki a Steam a kliensét. Na. Ne lehet, hogy rosszul tudom. Egy évvel ez azelőtt jelent meg a Steam. Rosszul tudtam. Akkor rosszul tudtam, srácok. Mert azt szeretnék, hogyha használjam a snipert. Nekem is mindjárt évfordulom van a Steamen? A vacsosi évfordulod napon? Vagy melyikre gondolsz? Vagy a tényleges évfordulóra? Pár nap és két éve van meg a vacs bannom. Ez olyan szomorú amúgy. Szia, Sandy! Mizus, mizus, kacok. Nagyon jó. Nekem volt egy 2007-es, de elvesztettem. De az új az 2010-es, és februárban lesz 12 éves. Nekem az első accountom az, kérlek szépen titeket, hogy azt képzeljétek, hogy nem a main accountom.
Az 2009. május 17-ei. Wow. A mai napig egyébként használom. Most kezdtem mondjuk egy éve. Van rajta egy cségom, azon smurföltem, meg rajta van a stream avatar, az arról megy. És... azért van kettő. Ezt most megcsinálom úgy, hogy csak a stream nézők hallják ezt a választ. Na nézzük. És hát ezért van kettő. Ez olyan kettő accountom. Meglátom, hogy Half-Life nem lehetett kiadni. Hát... Jó is. Jó is ez. Én 2004-ben kaptam Watsband C1.6-ra, mondjuk feláborító volt, mert ok nélkül. Egy kis pisis bannoltatott train mappon létráról bemakkoltam egy headshotot és ugrott a Ham Pepe C1.6-ja. Komolyan ilyeneket lehetett csinálni, Pepe? Meg tudtak téged szivatni? A szemetek. Üdv mindenkinek, srácok közben! Sziasztok! Olyan, mint hogyha dagadt lenne a karakterem. Üdv mindenkinek, srácok. Az a szomorú, hogy rendes regényt írtam nekik, gondosan összegyűjtött információkkal, és egy bot választ kaptam azóta, mióta bant kaptam, jól láthatóan visszaesett a játékgyűjtő szenvedélyem. Két év alatt alig került plusz játék az accountomra, előtte meg havi 50-100 is, de ez van sajnos. Hát, figyelj! Nem tudok más mondani erre mapkó, mint hogy sajna ilyen, és nagyon nem is lehet vele más csinálni. Tudod, hogy én meg hogy jártam a Twitch supporttal? A Twitch support a mai napig nem oldotta meg a botos problémámat. Mondhatni, síri csend van október óta. Úgyhogy kis emberek problémái. Ha nem vagy Bélának a fia, akkor így jártál. Rengeteg bundle van, Joker. Rengeteg bundle van, amire... Újjaj! Az gond. Na, jó étvágyat mindenkinek, aki éppen mostolja. Ingyenesen begyűjtött játékok, amiket sose telepítesz fel. Hát például azok is, igen, azok is. Azok is ott vannak. Na. De mit csinálsz ott? Micsoda? Az nem lehet. Ez hogy történhetett meg?
Nagyon jó, nagyon jó. Hát... Oké, jók vagyunk. Oda valahogy át kellene mennünk. Vagy tudom is én, hogy mit kell csinálni. Nem, amúgy valószínűleg nem oda kell átmenni, hanem ide kell lejönnünk. Nagyon jó. Jó. Azt most mi van? Nyomunk egy mentést. Aha. Uh-huh. Á, látom már, hogy hova kéne menni. Egyet mindenkinek. Oké, ő már barát, ő már velünk van. Egy újabb fejezet? Netán? A kockaszámok nem kellene. Kövessétek Freement! Nagyon jó! Nagyon jó, srácok! Kövessétek Freement! Super. On the way, we got split up by snipers, and he's pinned down on a warehouse up ahead. Go ahead, he's relying on you. Hát ennyi kellett volna ahhoz, hogy új epizód következzem. Érdekes. Szia, Purgatoriga! Nekem még ez a rész is ismerős. Mondjuk azt nem, hogy ilyen nubok a társaim. Kigránátozni lehet őket? Kár. Kövessétek Freement! Lehet, hogy nem ez volt életük döntése. Maybe you can help him. Snipers trapped him up on that warehouse roof. He was going for a cache of grenades, but I doubt he can get to them now. Go on, Dr. Freeman. Hey, rakétás. Nyugi. God, I'm hungry. Bement? Bement, nagyon jó. Értek. Jó húzás, Doki, azt mondja. Szuper. Hogy lehet nekik azt mondani, hogy kövessenek? Hosszan nyomom a C-t? Vagy csak egyszer maguktól elkezdenek követni? Let's keep moving! Jaj, de jó. Nincs gond, team. Nincs gond. Itt van a pajszeres úriember. Mi helyzet, Purgatory Girl? Hogy mint, hogy mint.
Menjél már az ajtóból! Abder? Haló? Nem működik az ajtó. Hát ne haragudj, de nem tudok akkor oda menni. Van itt valami trükk? Ez nem megy, srácok. Azt mondta, hogy Abder. Ja! Ez a hely fertőzött. The rest of them headed upstairs. They took the chance with the snipers. I guess they're still up there. Ez a hely fertőzött. Nem vicceltek, tényleg itt vannak áram. Team! Team! Minden oké, és köszönöm, most tettem az a melóból, most iszok egy jó képességű kávét. Egészségedre akar. Itt minden szuper szerencsére. Vele nem lehet semmit se csinálni? Ő meg fog halni, meg fog degleni? Hát ezek a zombik nagyon gázak, srácok. Nem dobtak semmilyen lootot. Over here? Na, várjátok. Zombies! Ezek csak bolond tehenek. Végre én tudom nézni én is a Steam-et, a God of War-nál nem tudtam a spoiler nélkül nézni. Akkor ezek szerint te is majd tervezel vele játszani, te ki, igaz? Ó, ez a rész rémlik pedig. Ez a rész valamiért rémlik. Igen, szerintem ezt is láttam apumnál. Ez még az alapjátékszféra karcoló. Mert elkezdte a hétvégén, tehát ott szájjal játszottam vele. Nice. Helyes. Ez egy olyan rész lesz, ahol ilyen, izé, tower defense jellegű móka van. Awesome. Hát, bocs, de nem tudok célozni. Ez a hely, ez... Ezt a helyet meg kell védenem. Az rémlik. És hullámokba jönnek majd a népek. Jajaj. Huha. Jajaj. Jó, akkor öljetek meg. Jézusom. Jó. Uha. Uha. Kekeckedni akarsz? Fogadok, hogy noob vagy, és... Nem tudsz ellőni, igaz? Tudom, hogy gránátok testrészem. Ja. Counter Sniper! Mi történt ezzel a madárral, haló? Segítek rajtad, várj! Így is jó.
Gyere már, azt mondja, gyere már! Kösz. Ő volt az a csávó, aki már, akit már az elején is látunk, aki kimenekített. Induljunk, man! Nagyon türelmetlen srácok. Az komoly. Én azt hittem, hogy itt valami nagy fájt lesz, de ezek szerint csak én bénáztam kiskoromban. Ez annyira jó. Nem lesz több nézői jutalom? Hát majd biztos lesz több. Csatorna pontra gondolsz, aha, aha. Na, várjál, várjál, még egy granátot el kell dobnom, kösz. Tizenhetes város felvigyázóinak központja. Elnyomó berendezés. Hát itt szereted ezt a játékot? Nocsák. Gondolom nem mostanában fedezted fel. Tűha! There it is, the Overwatch Nexus. Looks like they're mobilizing big time. You can sort of see the gate from here. I'll show you when we get to street level. We'll have to get in that building to open the gate. Even then, the suppression device will suppress anyone coming through unless we shut it down. Then let's go! Persze, ő tudja, hogy melyik gombot kell megnyomni. Persze. Persze. Jesszus! Jézusom, hát itt mi történt? Rakettáznak minket? Ellenségek. We'll have to come back here after we get it open. If we get it open. First, we gotta get into the Nexus building. Ugye emlékszel, hogy ez nem volt egy egyszerű rész? Jézus. Sorry, Freeman. Take this med kit. Cassie. Vedd ezt a med kitet. Look out!
Oké. Oké. Oké, jók vagyunk. Ja, pedig vannak ilyen osztagos dolgok. Fantastic. Finally. I'm hurt. Jó. Meg tudtam volna menteni a csávót. Szerintetek? Valószínűleg amúgy meg lehetett volna menteni. Oké, ezek ilyen fegyverek. Te jó ég! Nagyon nehéz megmenteni? Okes. Én hiszek nektek, srácok. Oké, azt hittem, hogy itt lesz valami. Kaptunk olyan jobb klikkes lőszert. Ja. Tűha. Jó. Ah, nagyon jó. Uh-oh, turrets. Hey, you've got the HEV suit. You deal with them. Then I'll work the security console. Mi basszus. Pull a grenade in there if you've got one. That ought to do it. Great. I'll open this up. Tök jó. Nagyon kevés a HP-n viszont. Ez gond lehet. Jó, így most már ennyire nem gond. Egyedül vagyok, mármint hogy ezzel a... Bármi van. Pusák! A new subscriber arrives. It fills you with determination. Nagyon szépen köszönöm Pusák a támogatásodat. Üdv immáron hivatalosan is a feliratkozott a vadászok között. Srácok, peregjenek a szvegek. Ez egy jó rész, igen? Legyen úgy, legyen úgy. They'll be coming from the roof. Komolyan? If we want to get through these shields, we'll have to take out the generators one at a time.
Oké, nyomunk egy szévet. Egy szévtet, gyere! Gyere Józsi, nincs baj! Ez gyönyörű. Gyere, gyere, gyere! Bizony, én vagyok szabad ember. Ezt szerintem tanítani kéne. Na, srácok, oda. Halló? Ez hívás. De maradjál itt, ne! Ne kelljen még egyszer mondanom. De Barneynak mi nem lehet parancsolni? Ne legyél már hülye. Jó. Hát na most nagyon kógyó eszköz, srácok a... Most nagyon fogyó eszköz a... A gránát. Kombány! Jézusom! Itt mindenkinek, srácok. Jó van, ezt jól tudtok kezelni, úgyhogy egy gyors mentés. Csodás, én is azt mondom. Kombány, azt mondta, hogy itt egy kombány. Komolyan? Biztos ez? Biztos ez, hogy körbevettek minket? És hogy megyünk ki? Valaki itt trappolt, hallottam. Aj, de hát ne legyetek már ilyen idióták, végig blokkolnak a társaim. Ó, ott egy kamera. Nem szeretem annyira a védekezést, mondtam már. Fű. Júj, hát azok... Hoppereket használjam ellenük? De hát nem tudok! Nem tudok csapdát. Elfelejts újra tölteni? Kösz. Easy!
ő meg van sérülve. Srácok. Látom. Nagyon jó a tankolás, srácok, nagyon jól tankoltok. Nagyon jó volt. És az az egy generátor pont szembe van velünk. És itt ezt pont nem tudjuk használni. Ezt az utat. Akkor vissza. Gondolom én. Plöty. Hát ezt én ide lerakom, hát ha jön enemi. Wow. With that much security, there must be something good in there. Go for it, Doc. I'll wait here till you shut it down. Be careful. Ne halljatok ott kint nekem. Hát! Meg lehet ezt csinálni, srácok. Jézusom! Bip. Na jó. Még nem kell, srácok. Van egy ötletem, hogy mit lehetne csinálni. Jó. Oda kell átmennünk, és ott lézerek vannak. Hát az biztos, hogy ott be fog kapcsolni. Várjunk csak. Aha, ott csak meg kéne nyomni ezt a gombot. Mondjuk, akoljuk a sarokban.
emeljük meg magunkat. Jó. Jó. Mi volt a megoldás egyébként? Mert biztos, hogy nem az, amit én most megcsináltam. Biztos nem az, hogy az aknákat egymásra rakjuk. Vagy ez volt a megoldás? Ez volt a megoldás? Akkor jó. Akkor jó. That'll shut down the suppressor on the roof as well. Let's head for the roof now, Gordon. Na, te mutatod az utat, mert én nem tudom. Hűha. Nekem is van ám ilyen jobb klikkem. Szerintem kapták. Nem az aknával, de az volt a lényeg, hogy fel kell mászni. És hogy menjünk a tetőre? A kérdés költői volt, ha elszeg a kiáraton keresztül. Let's head for the roof now, Gordon. Normális vagy? Normális a társunk amúgy? Hát kiabálja, hogy this way, Gordon, azt majdnem megöletett mindenkit. Sniper lőszem. Na nyomjad! There's our gate. Let me just get it open. Done. I'm gonna stay here and keep these gates open. Jobb is, hogy itt maradsz. Csomó hülyeséget csinálsz. We need to let reinforcements come through from every possible direction. If any more citizens come through, I'll send them up to find you. See you when I see you, Gordon. Ooh. Megyünk akkor fejebb, srácok. Hűha! Jújúj! Megállhatna. Nagyon vadba vannak a társaim, srácok. Haló? Ki és honnan lő ennyit? One man army. Jézus. Tudunk segíteni nekik? Nem. Legalább is innen nem.
Itt fent mit kell csinálni, skacok? Azt mondták, hogy le kell engedni a függőhidat. De gőzöm sincs, hogy itt fent mégis mi a fenét kell csinálni. Nem tudom, hogy hol vannak a társaim, nem tudom, hogy hova tűntek. Szerintem elvesztem. Ah! Várni kellett erre a szállítóhajóra. Szerintem. Aha, és most kinyílt az ajtó. Jó, egy mentés. Kombány! Dodzsolva! Ott még van egy olyan egyszemű. És még egy egyszemű. Hát mennyi egyszemű van itt? Na jó, de hát ennyi már nem lehet. Végtelen mennyiségű egyszemű van. Oké. Okay. De melyik rész tetszett a legjobban? Lehet, hogy unalmas leszek ezzel, de Ravenholm. Ravenholm az, ami nagyon tetszett nekem. Na jó, szerintem mehetünk tovább, team. Azt a rat, mennyi lőszer! Az komoly. Mennyi lőszer van itt? Ott volt a sok memvés csapda, ami levágta a fejüket? Aha, aha. Az volt az. Ja, van egy achievement, ami arról szól, hogy Gravity Gunnal kell végignyomni, igen. Repülés közben loading screen. Igen, jól emlékszel. Jól emlékszel, Peti. Na. Uh-huh. Egy gyors mentés. Dr. Freeman, since you shut off the suppressor and opened the gate, we can really move people through now. The combine's gonna feel the squeeze. We dropped a crate of rockets. Nyakig lábakat kell leszedni. Szia, Zodiac! Üdv mindenkinek, srácok. Én mutatom az utat, de hát nem tudom, mi van. Azt mondták, a túloldalra kell jutni.
De jó ég, húzzál már innen el! Gyökér vagy? Oké. Ez már a vége fele van a játéknak, igen. Ezt sejtettem, hogy ez nagy baj lesz így. Jó. Én az újrakezdést. Hát itt még vannak rakéták, jó kés. Hát 35 HP. Be! Ez kemény. Ez kemény lesz, srácok. Ez nagyon kemény lesz. Ezt nem is tudom, hogy csináljuk meg így. Húhú, azt a rohadt. Na jó, hát akkor próbáljuk azt, hogy befutunk csak simán. Á, nem. Na jó. Várni kell, srácok, meg kell várni. Ne nézzen ide. Mennyi kell amúgy ezekbe? Nem tudom, mentsünk-e. Nagyon sok. És akkor most hogy öljük meg? Én nem látok már itt rakétavetős srácot. Ah,
Na most egy kicsit meg vagyok lőve. Most mit kell csinálni? Most meg vagyok lőve, srácok, mert nem tudom, hogy honnan lehetne rakétavetőt szerezni. Szerintem inkább menekülj. Az is opció egyébként. Meg kell őket, ezeket egyáltalán ölni? Ne szívassatok! Egy-egy lövés kellett mindkettőnek. Hát... Ne! Három. Négy. A társam persze meghalt. Öt. Köszönöm, hogy Dávid. Hat. 7. Oké. Okay. Jaj, ne! Ez még egy lesz. El se hiszem, srácok. El se hiszem. Hú, de jó. Az epizód 1-2-t is nyomom? Hát, Blade, megmondom őszintén, lehet, hogy nem. És csak azért nem, mert rossz, hogy játszani, hogy tudom, hogy bármikor rosszul lehetek. Jézusom, ez micsoda volt? Megsérültél? Szia, vadafak! Jézusom. Én leszek rosszul? Motion sickness, a kamera mozgása miatt ilyenek. Mizus, what the fuck? Itt végtelen mennyiségű ilyen mászkáló, járkáló jön. Semmi gond, Blade. Végtelen mennyiségű jön? Akkor inkább megyünk tovább. Nice, bizony, csak nem tudom, merre kell menni, testrészem. Most esetek az Amelóból? Na, akkor jó, pihizést, jó csillelést. Hova kell menni, srácok?
Mi az irány? Erre ezek szerint nem ez. Két kiegészítő is tele van jó logikai feladatokkal, azokat szeretem, skacok. Nem tudom most mi van, nem tudom most mit kéne csinálni. Jaja, igen, motion sickness mi az Zodiac. Itt az első résznél is néhol érzem, hogy gond van, de alapvetően bírom. Hát nem tudom, most... Mit kéne csinálni, srácok? Látszólag kiirtottunk mindenkit. Hát nyomunk egy mentést, azt visszamegyünk oda a bejárathoz. Na, miféle főzési lesz nálatok, what the fuck? A bal sarok. Ez? Hát valószínűleg nem ez. Oda megyek, ahonnan jöttem. Hát ha az a megoldás. Tessék, itt is lett volna rakétavetőm. Jó, nem is erre kell menni. Ott vannak fönt emberek. Menj vissza oda, ahol kérdezted, hogy merre. Oké. Oops. Lead on, Freeman. Azt hiszem valahol itt kérdeztem. Ja, itt kérdeztem erre fele. Nem felelteted? Én nem tudom, srácok, most hova kell menni. Vakon vagyok. Fel. Balra fel. Balra fel. Hát! Pardon me. Ott a parlamentszerű épület tetejére. Na jó. Fejezet 11. Jézusom, mert nem is tetőre kell felmenni, srácok. Hát, egy kicsit most ez a keresgélés felkavarta a gyomromat, Adri, de amúgy jól vagyok. Iszom itt a teát ezerrel.
Igen, cheateltem, mert hogy nagyon nem vágtam, hogy hova kell menni, de ide kell lemennem. Szóval ide kellett lemennem. Szávasz, Levi, szávasztok, srácok! Na, és ezt nem tudtam elmondani. Balra fel. Hát ez lefele volt, srácok. Ez lefele volt. Azt nézzétek. Fuck! Vadafaknak is felkavar... Vadafaknak nem ajánlom, hogy a Half-Life 2 végig egyszersomat nézze. Takard le a szemét, amikor a monitort akarja nézni. Jaj ne! Jaj ne! Sok jelentéktől vagyok rosszul? Nem. Nem. Szerencsére nem. El is ment zuhanyozni? Az ilyenkor egyébként jó tesz, de egyébként is jó. A zuhanyzás. Legránázt osztad magad? Ha erre, ezt nem számítjuk, akkor egyébként jól vagyok, mert nagyon tetszett a God of War. És nagyon örülök, hogy tudok haladni. Nagyon örülök, hogy tudok haladni a Half-Life-val is most. Ah, God of War PC-n van még igen. Hello! Le ne fotózzál most, mert marcos leszek. Nem erre kell jönni. Nem hiszem, hogy lesz epizód 1-2, srácok. Hát harcol veled a fenem. Vagy harcoljunk vele?
Na. Ja, simán ki lehetett volna kerülni az összeset, igen. Igen. Freeman! It's a mess out there. This close to the Citadel, they've turned the streets over to Striders. I think we can push them back if we can just get to high ground. We're almost to the Citadel wall, Doc. I don't know how the hell we're gonna breach it, but you've made it this far. I'm sure you'll think of something. Na, mesélj, hogy hogyan döntöttél. El kell jutni a lóhoz. Jézus! Ez már az én sebességem. Barát. Ez most ilyen védős rész alapvetően? Kell nyírni a tripodot. És hogy? Azt hiszem látom, hogy hogy kéne. Jó, kurván látok magunkat.
Esküszöm, nincs közöm hozzám Purgatorygal, hogy elment a neten. Menj már innen! Aj, de idegesítők a társak, srácok! Jó, most le kell mennünk. Hey, it's Freeman! You're not leaving without me! Giant killer! Kombányok! Menjen a ló... Ja, látom! És azt hogy? Várjatok, szerintem megvan. Na, jó játékozz a kita. Folytatod tovább a God of War nehézséget? Igen, mert szeretem a fáj... Na, hát kitartást hozzá ez a kita. Majd mesél, hogy hogy megy. Azt mondta, hogy fuck you, ezt mondjuk Dr. Bray-nek. Kell egy kis nyugi, srácok. Kell egy kis nyugi, mindjárt folytatjuk. Ha minden igaz, innen már rohadt menő lesz a játék. Nagyon intenz, vére a karcoló. Én ezt a részét szerintem nem láttam annó. Na! Jó tevőink! Akkor ez lesz... az epizód 12. Oké. Okay. Kutya érdekes utat mutatott nekünk, nem srácok? Hát nagyon creepy ez a rész.
erre felre lesz a G-ember, szerintem is. Szerintem nem erre kell menni, srácok. Nem ez az oldal kell nekünk. A gamer minden pályán ott van, csak elrejtve. Ja, mindegyiken látszódik elvileg. Hú, na, mit rendeltél a Burger Kingben? Jaj, ne csinálj ilyet, mert ennyi elhányom magam. A sötét oldalra nem lehet menni. Nem tudom, mik ezek a folyadékos, cuccos izék. Dupla sajtburger, bacon és egy long biking szendvics. Egészségedre. Ezután én már nem éheznék. Mik is ezek a kis fura lények, srácok? Mik ezek a kis fura lények, akiknek még lábuk sincs? Meg mik ezek a csövek? Télapon van új. Csöken keresztül táplálják gondolom a tárolóba levőket, aha. Fúj. Egyszer valaha odaérünk, szerintetek? Kezdek rosszul lenni. Itt hegesztik azokat a repülőket. De gyár bemutató túra? Sziasztok! A Half-Life 2 miatt tévedtem, ide lehet más is elmondta már ezt a véleményt, de ez az univerzum nagy potenciálokat rejt magába, és sajnálatos, hogy ennyire mostanában van kezelve. Hát igen, nekem is ez a véleményem ezzel kapcsolatban. Bár, ha minden igaz, akkor az Elixel talán új fejezet indulhat. Az nekem nem maradt ki, srácok. Mindössze most újra végigjátszom úgy, hogy nem apummal együtt játszom. Elkobozó mező. Na figyeljetek, ha minden igaz, most lesz rohadt menő a játék.
Mikor azt hiszed, hogy mindennek vége? Ez rohadt menő. So, this is Dr. Freeman. At last. 200-as páncélzat. I wish I could say this was a pleasant surprise, but it's neither a surprise nor, as you will surely agree, very pleasant. Well, I am nothing if not pragmatic. Gyere, gyere! Elég őket megrángatni. Hát gyátok, mondtam, elég őket megrángatni egy kicsit. Freeman, under other circumstances, I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly, judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, ő volt a főni. You showed every promise of becoming a valuable and productive contributor to the scientific process. And yet, I'm not sure what spurred you to it, but there is really no place in this enterprise for a rogue physicist. Ő volt a főni. Dr. Bray. Wow. Nem is gondoltam amúgy, hogy ezt kell csinálni. Oké, maxon vagyunk. Hát ez túl jó. Ez túl jó. Mi újság, Bújdi? Oké, megyünk tovább. Your mentors are partly to blame, of course. My disappointment in Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career path. In a way, I suppose you could not have done otherwise. Who knows what seeds of iconoclasm they planted when you were young and gullible. But while they certainly share a great part of the responsibility for the recent troubles, it is you alone who have chosen to act with such willful disregard for humanity's future. Hétvégén voltunk lent Spongyán, nagynénéméknél, házakat nézegetünk és megtaláltuk végre a tökéletes. Na, tök jó, Bújdi. Akkor költözési lesz nem sokára? Már itt először felújítás, gondolom én. Az áron álkodozunk. Ja, képzeld el, hogy nem kell lassan. Csak egy tisztasági festés. Komolyan? Wow! Ez azért nagy szerencse, nem?
Nem tudom, honnan lőnek? Megvan amúgy, hogy honnan lőnek. Nagyon jó. Ebből jön valami lift most. Aha, ott jön a lift. Szia, Zacsistáj! Szóljon, nekem is nagyon tetszik a Half-Life 2 világa. Bár úgy néz ki, hogy a játékokat már nem bírom. Sajnos. Ja, hogy ezzel kellett volna őket lőni. Ó, és felrobban egy idő után. Gond. Okay, megjöttünk. Tell me, Dr. Freeman, if you can. You have destroyed so much. What is it exactly that you have created? Szia, Ácskata. Ácskata, szia. I thought not. Hát mondom, bízunk benne, hogy majd az Elix-el elindul az újabb hullám a Half-Life-oknak. Én bízom benne. Jaj. Survival, and not as we have narrowly defined ourselves, but as something greater than we could ever imagine. Something we can now only begin to glimpse. Jó, látom. Okay. Oké. Őt valószínűleg le kell dobálni. Szerint jól gondoltam. Jó volt a terv. Look, Gordon. Look at what you are throwing away. Is it worth it?
Óriási mell a csirke? Izúj Sofia amúgy. Izé, idén fog megjelenni a PSVR 2? Nem? Vagy csak valami leleplezés lesz most azzal kapcsolatban? Debulon, köszi szépen, hogy itt voltál, minden jót neked. Továbbiakban. Szia, szia. Még nincsen info, csak leleplezés, aha. Hú. Egész kevéssé fájdalmas a hétfő, bár linked lesz nyugodtan, Zodiac. Bár reggel fodrásszal indítottam, ami azért egész kellemes. Na, az egy jó indítás egyébként a hétnek. Nem merem nézni, srácok, a játékot. Max, hogyha valami leírás van, vagy hogyha lőni kell. PSVR 2 leírás. Ó. Oh. Lassan szerintem új epizód jön. Lassan vége lesz egyébként a játéknak. Az ott a föld volt. Ez most egy hosszú út felfelé? Nem nézem, srácok. Mindjárt ott vagyunk. Mindjárt ott a vég. Sötét energia. Na, hát közben elérkeztünk a Chapter 3-hoz is. Majd a Chapter 13-hoz. Utolsó előtti fejezet, bár szerintem ez igazából az utolsó fejezet, mert a chapter 14 az már a stáblista lesz. I'll take him from here. Don't struggle, it's no use. Until you're where he wants you, there's nothing you can do. I'm sorry, Gordon. Jaj, nem sokára vége lesz, Victor, igen. Tömöm magammal vízzel, hát ha segít. Worlds stretched thin across the membranes where the dimensions intersect. Impossible to describe with our limited vocabulary. What I've seen is also beyond words, Breen. Genocide, indescribable evil. Good God. Good God. Well, if it isn't Gordon Freeman at last. What's this? Ezt a szemét nőt, hogy utáltad? You have my gratitude, Doctor. Én is odálkoztam. First you lead me straight to the doorstep of my oldest friend, and then you deliver yourself. If I'd known you were going to come straight up to my office, I wouldn't have bothered hunting you in the first place. Having both of you in my keeping ensures I can dictate the terms of any bargain I care to make with a Combine. Dr. Breen. Huh. Wallace. Yes, Judith, what is it?
The bargain we should be making is for Eli's life so he can continue his research. Thanks to you, we have everything we need in that regard. You're more than qualified to finish his research yourself. What neither you nor I can do is convince that rabble in the streets to give up their senseless struggle. Yet Eli refuses to speak the words that would save them all. Save them? For what? Eli, if you won't do the right thing for the good of all people... Ó, azt megköszönöm, Zodiac. Megnézem majd mindenféleképpen a PSVR 2-es leírás. Alex, honey... Dad! Ó, teljes a család. God damn you, Breen, you let her go! That's all up to you, my old friend. Will you let your stubborn short-sightedness doom the entire species, or... will you give your child the chance her mother never had? How dare you even mention her? Alex, my dear, you have your mother's eyes, but your father's stubborn nature. You haven't seen a bit of it yet. Really? Well, let's see how well it serves you on the far side of a Combine portal. Go ahead, Breen. If that's the worst you can do, send us both through your portal. Oh, it's... El se hiszem, hogy a Half-Life 2-t látom 2022-ben. Gyerekkorom és még most is a kedvenc játékom. Az összes játékot számtalanszor végig toltam már. Bár sajnálom, hogy lemaradtam arról, amikor Ravenholmban voltál, kacsintó fej. Köszi szépen, Csongor, a támogatásodat. Hát, ehhez a játékhoz nekem is kellemes élmények fűznek, és az a helyzet, hogy... Hát a Ravenholmos rész eleje egy kicsit el lett szúrva, mert valamiért a shaderek azok nem kapcsoltak be jól, meg a fények, és nem volt olyan félelmetes az eleje, mint ami ennek lenni kellett volna, de szerencsére egy 5-10 perc után rám szóltatok, hogy ez így nagyon nincs rendben. Hardly the worst, but you might find that hard to believe once you get there. De jó volt. Necessary. I agree, it's a total waste. Fortunately, the Resistance has shown it is willing to accept a new leader. And this one has proven to be a fine pawn for those who control him. No! Don't listen to him, Gordon! How about it, Dr. Freeman? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Gordon would never make any kind of deal with you. I understand if you don't wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way and then we can talk openly. Don't struggle, honey. Dad, I'm so sorry. Alex. Judith, what do you think you're doing? We're doing what I could never do alone. We're stopping you. Yes. Guards, get in here. Adod az gyorsan. Gyorsan. You betrayed them. They'll turn. Adod azt a cuccost. Judith, Dr. Mossman, please. I'm sorry, Wallace. You're all out of time. Don't. Adod azt a cuccost gyorsan. Aj! Dad, hang on! You fool! Watch out, he's gonna... No! Dad! Az gond! Oh, no. Don't worry about me, honey. There's no time, Alex. He's on his way to the portal. You'll need this. Dr. Mossman, Judith... Look after my father. Don't you worry. Dad, na. I'm not saying goodbye. Csak észhez tért a Chaisi. Come on, Gordon. Let's go. It's my girl. It's my girl. Hát, gyerekkoromban én is inkább csak néztem azt a részt. Long, but I know you didn't have to do this. I had to rescue my father, but you... Well, thanks for coming after me. Hey, listen. That's him. There he is. All right, damn it. That's what it takes. Just hurry. He's right behind me. Oh, shit. Kivel beszélt itt egyébként? A Combine-nal? Vagy kikkel beszélt itt? The gravity gun. He doesn't have a clue, does he?
I wonder where he's going. Oh my god. This is the Citadel's dark fusion reactor. It powers their tunneling entanglement device. We'll never have a chance like this again. We've got to stop Dr. Breen. Okay. I can't shut it down. Looks like he's turned over control to the other side. You'll have to be kell menni a magba. Get in the elevator and I'll let you in. Don't forget to charge your wrist. Do your worst, Gordon. Ez már a lift. But be careful. Az egyik főnökével, bár pontosan én sem emlékszem. Emlékszem, amikor először játszottam Half-Life 2-t, 2004-ben egy hibás, passzív hűtéses Radeon 9600 XT-n volt, és a nyáron a nyitott gépház mellé kellett rakna egy szobahűtőventilátort, máskülönben kifolyt a rendszer. Wow! Nekünk volt 9100-asunk, a 9600 meg 200 is. Dr. Freeman, you really shouldn't be out there. Valamelyik még a mai napig megvan egyébként. This chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the singularity collapses, I will be far away from here, in another universe as a matter of fact. You, on the other hand, will be destroyed in every way it is possible to be destroyed, and even in some which are essentially impossible. Kevés a HP-nk nagyon. Na, jó étvágyat ez a diák. Remélem ez egyre följebb visz minket. Ne! I could have told you that was pointless, Dr. Freeman. Go, Gordon! Are you still with us, Dr. Freeman? Not for much longer, I think. If only you had harnessed your boundless energy for a useful purpose. Said
Kell szedni ezeket a pajzsokat. Most jön G-Man. Is it really that time again? It seems as if you only just arrived. Rise and shine. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Hmm? I'm not sure they can't, but you know, a helyet, hogy... Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you. If and when your és érdekesség, ha valaki nem tudja, Benny és G-Man szinkronját ugyanaz a személy szolgáltatja. I apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. Köszi az infót, amúgy multipapa, ezt nem tudtam. This is where I get off. Hát ő tényleg kiszállt, nem viccelt. Srácok! Megmondom őszintén, hogy jó kis adag nosztalgia bomba volt ez a Half-Life 2-zés, de hát egyszerűen nem bírtam. Nem bírtam, mert számtalanszor rosszul lettem alatta, úgyhogy az epizód 1 és a 2 végjátszása az a feledésbe merül, sajnálom. Pedig amúgy nagyon érdekel a Half-Life világa, viszont nem tudom, egyszerűen nem tudom ezeket végjátszani. De arra, hogy nosztalgiázzunk rajta egy picit, szerintem teljesen jó volt, és még akkor is, hogyha egy kicsit rásolósra fogtam magam. Egy kicsit rásolósra fogtam magam. Ha minden jól megy, akkor nem sokára, remélhetőleg már akár idén is elkészül a Half-Life 2 szinkronja, magyar szinkronja, és hogyha valaki esetleg kedvet kapna a végjátszásához, akkor mármint a játék végjátszásához, akkor azt nyugodt szívvel tudom ajánlani nektek. Az szerintem minőségi cucc. Az szerintem minőségi. Gyere, keresek egyébként nektek valami infót ezzel kapcsolatban. Az első alkalommal beszéltem rólam, hogy hogyan férhettek hozzá Half-Life, valami HL2 Hun, azt hiszem. Igen, hl2hun.hu. Ha kijön a szinkron, én újra játszom. Nem tudom egyébként, hogy Alienware, wow. Dell. Ez durva, nem gondoltam volna, hogy az Alienware azt támogatta ezt a projektet. Szóval a Half-Life 1-nél a Black Mesa-t javaslom amúgy.
azt javasoltátok egyébként ti is. A Half-Life 2-nél pedig szerintem teljesen rendben van. Hoppá. Blast that little. Where did she get to? Lamar azért még a végére bejött. Half-Life 2-nél meg teljesen rendben van a mostani verzió. Azért ilyen homályos egyébként a vége, mert be van kapcsolva a konzol parancs, de megmutatom nektek, milyen lenne akkor, hogyha nem lenne benyomva. Mindjárt kilőjük a konzolt. Kötőjel, konzol kitörölve, és akkor mindjárt mutatom nektek, hogy ez milyen. Szóval a szinkron az érdemel majd egy misét, vagy hogy mondják ezt. Lehet egyébként, hogy most a portálnál is rosszul lennék. Ez mellett ilyen Ravenholmos hátterű. Szóval, ha nincsen konzolotok, akkor nem sötétül ez a háttér, bár valószínűleg konzol parancsal is ezt ki lehet kapcsolni. Akkor így mutatja mindig az epizódokat, hogy éppen hol tartunk. Á, nem. Nem. Az a helyzet, hogyha most nem peregne a God of War, ami, mint kiderült ma, ilyen olyan számomra, hogy így az alatt is simán rosszul lehetek, ami miatt megkockáztatom, hogy lehet, hogy a kontroller felelős. Valószínűleg egyébként egérbillentyűvel fogom a következő God of War-t nyomni. És mivel az alatt is rosszul voltam, meg ez alatt a Half-Life 2 alatt is, így az epizód 1-2-t azt teljes mértékben elvettem, pedig amúgy nagyon érdekelne tényleg, hogy mik a történések. Bárcsak tudnám már előre azt egy játékról, hogy azzal érdemes vigyáznom, hogy azzal úgy kéne kalkulálnom, hogy rosszul lehetek, vagy hogy mit tudok tenni a rosszulét ellen, nem tudom. Valaki azt mondta, hogy talán a Dead Alone segít. Majd a God of War-oknál megnézzük. Tengeri beteg is vagy amúgy? Nem tudok róla, szélre karcolom. Nem tudok róla. Mennyi idő szokott lenni, míg a motion sickness elmúlik? Hát, az attól függ. Az attól függ. Hogyha elkezdem érezni, akkor onnantól kezdve, hogyha nem múlik az a valami, ami éppen történik, akkor egy fél óra, de akár óra is lehet, amíg elmúlik. Képzeljétek, legelőször, amennyire csak vissza tudok emlékezni, hogy mikor volt velem ilyesmi. Battlefield 3 vagy 4 kóposztunk haverommal karácsonykor. És emlékszem, hát ez 10 pár éve volt, és emlékszem, hogy olyan rosszul lettem, hogy ki kellett mennem az erkélyre, és iszonyatosan hideg volt, de nagyon-nagyon jól esett az a hideg, ami ott volt. De nem tudom, hogy ez miért kezdett előjönni. Lelon, beveszel rá, 15 perccel elalszol, olyan álmosságot okoz. Nálam az álmosság az úgy működik, hogy nem nagyon szoktam álmos lenni, kivéve, hogyha nem alszom este egyáltalán, hogy akkor alszom el, és akkor leszek fáradt, amikor lefekszek az ágyba, és csak így vagyok. Akkor bármilyen pózba vagyok, elalszom. És nagyon-nagyon ritkán szoktam kimerült is lenni. Mit tapasztal a szédülés, hány inger? Igen, hány inger, hogy így felfordul a gyomrom, így rossz nézni. Nem úgy forog a kamera, ahogy én azt szeretném. Nem kellett volna annyit inni. Múltkor meg azt mondtátok, hogy azért vagyok rosszul, mert nem iszok, úgyhogy én most próbáltam sokat inni. Hát, ha az segít. Na mindegy, srácok. Örülök ettől függetlenül, hogy a Half-Life 2 volt a terítéken, így
az idei év első, az idei év nosztalgikus játéka, az első nosztalgikus játéka. Meglátjuk, hogy majd még mit hoz a jövő, hogy jövőre mi lesz, amit így, amiben így belekezdünk, de még van jó pár izgalmas projekt. Igen, az, de amúgy azt tudom, tehát ittam és fizet, úgyhogy. Ezen a Dedalon nem segítene? Tesomnak is hányingerelt a shootereknek mindig, nem is tudott kvékezni annó. Hát sajnálom. És amúgy, ha a rosszolét után egyből ott hagyod a gépet, akkor pár perc. Hát egy, szerintem egy 20 perc az mindenféleképp. Nem kellene a szemüveg? Szemüveg most azért nincs rajtam, mert túl sokat volt rajtam előző előtti héten a szemüveg maszkkal együtt, és kisebesedett, és most már kezd jobban lenni, de majd szerintem majd csak jövő héttől lesz rajtam szemüveg újra. Úgyhogy bárcsak pontosabb lenne ennek a rosszulétnek a izéje, bárcsak tudnám, hogy melyik játék okozhat rosszulétet, nekem erre nagy igényem lenne, hogy tudjam egy játékról, hogy ennél rosszul lehetek. A másik nagy igényem az pedig az lenne, hogy ne legyek rosszul, legyen erre a problémára valami megoldás. Mert nagyon rossz így kinézni játékokat, felhypolni magam rá, és akkor mint most a God of War-nál a rosszulét kerülgeted, de nem volt olyan borzalmas, mint itt a Half-Life-nál most. Ez szörnyű. Lehet, hogy a Siege-nél kell maradni örökre.